jelentő folyamatra mutatnak rá, arra, hogy itt az ügyészséghez kerülnek át, illetve lesznek az ügyészség jogosítványai megerősítve a védelem, illetve a védők, illetve a bíróságok kárára, hiszen a második pontban elhagyni javasolt rendelkezés szerint az ügyészség lényegében egy szeret-nem-szeret játékot játszhat mostantól a bíróságokkal, és oda viheti az ügyet, ahova az lényegében az ügyészek kénye kedve tartja. Ez úgy gondoljuk, hogy a hatalmi ágak szétválasztása és a megfelelő biztosítékokkal és garanciákkal felvértezett büntető eljárással nem fér össze, és annak elvét nagymértékben sérti. Csatlakozva Gaudi Nagy Tamás képviselőtársamhoz az ötödik pontban javasolt garanciális elemek bevezetése mindenképpen szükséges, és mindenképpen abba az irányba tett lépések, amelyekkel szemben a maga a javaslat megfogalmazza a tételeit, miszerint éppen, hogy figyelmeztetésben részesíti a bírókat azáltal, hogy az ügyészek szempontjait és nyomozati érdekeit vegye figyelembe, szemben azzal, hogy éppen a garanciákat és az előzetes letartóztatás körül meglévő nagyon nagy anomáliákat kéne országunkban javítani, hiszen az elmúlt évek, évtizedek nagyon súlyos és nagyon gyakran ismétlődő esetei mutatják azt, hogy ez a jogintézmény jelen pillanatban nincs rendesen, nincs helyesen szabályozva, az visszaélésekre és különböző hibákra ad lehetőséget, és az Alkotmányügyi Bizottságban elkezdett munka éppen azt célozza, hogy ezeket az anomáliákat rendbe rakjuk, sajnálatos módon a javaslat pont ezzel szembe megy, és ezt rúgja fel, éppen ezért ennek a javaslatnak az elhagyását kérjük. Köszönöm szépen. Bárándi Gergely képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, akkor folytatnám, ahogy ígértem. A vádelhalasztás kibővítésének intézményéről szeretnék beszélni. Ez is egy olyan pont, amit az ügyészség a megrendelésében előterjesztett, tehát, hogy a vádelhalasztás lehetőségeit az országgyűlés bővítse ki. 5 évi szabadságvesztésnél, nem súlyosabban büntethető cselekményeknél lehetővé válik a vádelhalasztás intézménye. Ez gyakorlatilag egy olyan intézmény, amelyben az ügyészség a bíróság kihagyásával gyakorlatilag valós joghátrány okozása nélkül mentesíthet valakit a büntetőjogi felelősségre vonás alól. Gyakorlatban ez ezt jelenti. Látni kell azonban az összefüggést, mert hogyha önmagában ez egy különálló javaslat lenne, akkor érdemes volna szakmailag erről beszélni. Azonban pontosan arra a gondolatmenetre csatlakozva, amit Ipkovics képviselőtársam megkezdett, sajnos látnunk kell azt, hogy ez nem erről szól, hanem nagyjából a központi nyomozóügyészség hatáskör bővítésének az egyik eleme. Nem más ez, mint együtt a következő szakaszban tárgyalható ajánlási pontokban foglalt módosításokkal gyakorlatilag egy burkolt vádalkú, illetve egy burkolt vádalkúnak a lehetősége. Nagyjából arról szól, hogy valakit, aki nem olyan magas beosztásban dolgozik egy állami vagy egy önkormányzati szervnél, ez csak példa, amit mondok, hajnali 3 órakor 6 rendőrautóval bevisznek, az ágyból kirángatják, bilincsbe verik, beteszik a fogdára, majd reggel az ügyész természetesen a védő távollétében, hiszen ebben az időszakban a védőjével még nem érintkezik. Gyakorlatilag ajánl neki egy alkut arra, hogy ha egy nála magasabb pozícióban lévő és az ügyészség valódi célpontját jelentő közszereplőt vagy állami vezetőt terhelő vallomással illet, akkor ő neki lehetősége van a vádalku keretében mentesülni. Nincs is ezzel semmi probléma, akkor, hogyha valóban az igazat mondja, és valóban úgy történt, ahogy azt az ügyészség feltételezi, illetve ő a vallomásában állítja. Csak tisztelt országgyűlés, azért azt tudni és látni kell, hogy lehet olyan körülményeket teremteni, amikor valaki azt is bevallja, amit nem csinált meg, hát még olyan körülményt teremteni, amikor valaki azért, hogy ebben a, hát azt tudom mondani, hogy sokkos állapotban mentesülni tudjon és menekülni tudjon esetleg az alól, amit ő valóban elkövetett, ezért tesz egy valótlan tartalmú tanúvallomást vagy terhelti vallomást valaki másra. Nem véletlen, tisztelt országgyűlés, az, hogy a vádalkú folyamata az védő jelenlétében szokott zajlani. A vádalkú az egy jó dolog,
Én a magam részéről nagyon pártolnám, hogyha ez bevezetése kerülne a büntetőeljárás jogi törvénybe, hiszen ha a védő is, a terhelt is, az államhatalmat, a bűnüldöző hatóságokat képviselő ügyész is megfelelőnek talál egy megoldást, akkor én azt gondolom, hogy ezt el kell fogadnunk jónak. De ennek ezek a feltételei. Tehát a vádalkunál azt gondolom, hogy a vádalkuhoz meg kell teremteni a megfelelő feltételeket, és ennek az egyik alapvető követelménye, hogy a védő jelen legyen. Másként fogalmazva ez a megoldás, ez egy valóban törvénytelen és megengedhetetlen vádalkú folyamatra teszi lehetővé az ügyészség számára. És hát mondom, ami a legcsúnyább és a legelfogadhatatlanabb ebben az egészben, hogy mindezt maga az ügyészség rendeli meg az országgyűléstől. És azt gondolom, ezt nem lehet elégszer elmondani. Sem itt, sem a sajtóban, sem ennél szűkebb nyilvánosság előtt, hogy ez egész egyszerűen megengedhetetlen, visszatetsző és visszataszító dolog. Köszönöm szépen. Nem látok több bejelentkező képviselőt. Részletesít a e szakaszát lezárom, megnyitom a második szakasz vitáját az ajánlás 11-24. Terjedő pontjaira, valamint a 33-as pontra. Bárándi Gergely képviselő úr. Ismételten köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr, a 19-es és a 21-es ajánlási ponthoz kívánok először hozzászólni, és amíg marad idő, akkor a 16-os és a 17. ajánlási ponthoz. Nem ismételném meg azt a vitát, amit az általános vita során hajnali 6 óra környékén lefolytattunk itt az országgyűlésben. Azaz nem ismételném azokat az érveimet, amelyek miatt azok a rendelkezések, amelyeket a 19. illetve 21. pontban elhagyni javaslok. Megjegyzem egyébként, hogy többek között kormánypárti képviselőtársaimmal, azok miért alkotmányellenesek, miért alaptörvényellenesek, miért ellentétesek a nemzetközi jognak a szabályaival, és hát továbbra is kíváncsian várnám az előterjesztőnek vagy államtitkár úrnak a válaszát arra, hogy vajon abban a 48 órában, amíg nem találkozhat a gyanúsított a védőjével, aki ugye már mint a gyanúsított, aki fogva van, a védőjével, és a védő nem vett részt a kihallgatáson. Vajon abban a 48 órában mit akar az ügyészség csinálni olyat a fogva lévő gyanúsítottal, amit a védő füle nem hallhat, és a védő szeme nem láthat? Erre még mindig nagyon kíváncsi lennék, remélem, hogy végre megkapom így egy hét után a választ rá. A kormánynak, és ezt erősen nehézményezem, hogy nincsen véleménye a javaslatról, de nem csak a kormánynak, hanem még a szaktárcának sincsen, legalábbis a módosító javaslatokról biztos nem. Én azért elég érdekesnek, sőt meglepőnek tartom azt, hogy úgy folytatunk le egy parlamenti vitát, nem csak a bizottságban, nem csak az általános vitát, nem csak a részletes vitát a bizottságban, hanem úgy zárjuk le a teljes vitát erről a javaslatról, hogy a kormánynak és a szaktárcának egyébként nincsen róla véleménye. Én örülök, ha majd egyszer ennek utána kialakítják, és talán majd a szavazásokra véleményt is fog nyilvánítani a kormány. Természetesen úgy, hogy arra mi már reflektálni nem fogunk tudni. Tisztelt Országgyűlés, két ajánlási pontban foglalt javaslatok vonatkozásában én úgy gondolom, hogy az előterjesztőnek illene legalább megfontolnia azokat a véleményeket, amelyeket saját pártársaik fogalmaztak meg. Úgy gondolom, hogy amikor államtitkár úr, az igazságügyért felelős államtitkár azt mondja valamiről, hogy alkotmányellenes, ugyanezt mondja egyébként az Alkotmányügyi Bizottsági kormánypárti tag, akit önök az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsba delegáltak, és javasolja ennek a szakasznak az elhagyását, akkor talán érdemes lenne érdemi megfontolást tenni arra, hogy ezt elhagyjuk. És szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy Rubovszky képviselő úr nem a Cserpalkovics András által javasolt 24 órára való módosítást támogatja, hanem a teljes szakasz elhagyását méghozzá azon okból, mert szerinte a 24 óra is alkotmányellenes, és azt gondolom, hogy ez teljes mértékben világossá tette az elmúlt időszak, az elmúlt bizottsági vitánban. Ami Lázár János mai
kirohanását illeti. Én azt gondolom, hogy nem lehet emellett szó nélkül elmenni. Gyakorlatilag a frakcióvezető törvényjavaslat kapcsán, és pontosan az általam elhagyni vagy javasolt rendelkezések kapcsán fejtette ki azt, hogy gyakorlatilag az ügyvédek a bűnözők, a politikus bűnözők oldalán állnak, méghozzá pénzért, a Fidesz pedig ehhez képest a másik oldalon áll. Én azért szeretném azt megkérdezni önöktől, hogy államtitkár úr, aki maga is ügyvéd volt, vagy éppen Balsai elnök úr, aki nagyon hosszú ideig ügyvéd volt, és az Alkotmányügyi Bizottság elnöke, vagy Salamon képviselő úr, aki itt ül a teremben, és szintén ügyvéd volt. Vajon ezt hogy tudják önök helyre tenni saját magukba, hiszen akkor most önök ügyvédek, akik a bűnözők oldalán állnak, vagy pedig most már nem ügyvédek, hanem fideszes politikusok, akik a másik oldalon állnak. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy elfogadhatatlan hozzáállás. Azt mondja a frakcióvezető, hogy a védőügyvédek azért dolgoznak, hogy a politikus bűnözők megússzák. Hát ugye, ahogy mondom, a Fideszben is van ezek szerint 20-30 ilyen képviselő legalább, aki ügyvéd, majd nyilván helyre teszik ezt saját magukban, és megbeszélik a frakciótársukkal, a frakcióvezetőjükkel. Azt tudom azonban mondani, hogy ennél ócskább, populistább és cinikusabb érvelést régen hallottam már. Ez a felfogás, amit Lázár képviselő úr ma előadott, ezzel a javaslattal kapcsolatban, ez a felfogás nagyjából a Rákosi rendszernek a felfogása. Az ügyvéd az parazita, aki gyakorlatilag hátráltatja az igazságnak a kiderítését. Erről szól az, amit ő elmondott. Gyakorlatilag a Kádár rendszerben már ez a felfogás nem volt uralkodó, azt kell, hogy mondjam. Sőt, mi több, a rendszerváltozás előtt elértünk addig, hogy az ügyvéd az eljárás minden szakaszában jelen lehetett, sőt, mi több, 24 óra se, de egy perc se volt, amikor nem érintkezhetett a védő az ügyfelével, és hangsúlyozom, ez nem a rendszerváltozás eredménye, ez még bőven a Kádár rendszer eredménye. Nos, önök ehhez képest lépnek hátrébb, hogyha nem fogadják el ezt a módosító javaslatot. Én azt gondolom, hogy Európában ez a felfogás, ahogy az Alkotmányügyi Bizottságban is mondtam, jobb példa most sem jut eszembe, nagyjából a harmadosztályú krimiknek a nyomozói fejében fogam meg. Nézzék, önök lebontották a kormányzati fékeknek a jelentős részét. Ezekkel a módosításokkal, már hogyha a kivételét ezeknek a szakaszoknak nem fogadják el, nagyjából egy új AVH-t is létrehoznak. Én úgy gondolom, hogy a 24 óra semmivel nem jobb, mint a 48, de úgy tűnik, hogy a további érvelésre a következő felszólalásomban kell majd kitérnem. Köszönöm szépen. Gaudi Nagy Tamás képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. A 32-es eljárási ponthoz szólnék hozzá, itt a jogszabály hatályba lépésének a időtartamára tettem egy indítványt, hogy ne a kihirdetést követő napon, hanem az egy kellő felkészülési időt biztosítsunk már legalább azoknak a nyomozó hatóságoknak, akik várhatóan igencsak örülni fognak ezeknek a szabályoknak, tehát legalább 2 hónap teljen el a javaslatom szerint. És ennek kapcsán azért mégiscsak fel kell villantani azt, hogy mindaz a tartalom, amit itt Bárándi Gergely képviselőtársam is ismertetett, és LMP frakció részéről Dorosz Dávid is ismertetett, és amit én is több tekintetben körbejártam, egy nagyon komoly fenyegetés tényleg arra, hogy a jogállami kereteket áthágjuk. Tehát egyszerűen azt nem értem most már egy éve, tényleg jogvédőként kerülve ide az országgyűlésbe, hogy, és ráadásul egy olyan párt frakciójában politizálva, amelyről nagyon sokan mondták azt korábban, hogy hát törvényen kívül helyezte magát, és törvénytelenségben fogant, amely természetesen megalapozatlan állítás. Én nagyon nagy örömmel tapasztaltam azt, hogy milyen nyitott a Jobbik Magyarországért mozgalom arra, hogy garanciális elvek, tisztességes eljárás, jogállami elvek érvényesítése a különböző állampolgárokkal szembeni jogai kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben, és ugye ez öltött ugye utána a Jobbik Magyarországért programjában, amelynek egy nagyon komoly eleme volt az, hogy nem lehet mellőzni a jogállamiság helyreállítását. Az elmúlt 8 évben nagyon sok ilyen példát láttunk, mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás területén. Folyamatosan arról volt szó, hogy egy meglevő politikai akarat szerint próbálták az ellenállást felszámolni. Ez alá rendelték a rendőrséget, ez alá rendelték a különböző szakmai jogszabályokat, BTK módosítások születtek, amelyek sajnos mai napig hatályban vannak, egyébként a Lex Tojás törvény, vagy éppenséggel a passzív engedetlenségi kormányrendelet. Ez nagyon helytelen dolog, és ugye mit tapasztaltam ide bekerülve az országgyűlésbe, hogy nem azzal kezdte a kormány többség, hogy ezeket kigyomlálta ezeket a
jogállami elveket sértő jogszabályokat, nemzetközi egyezményeket is egyébként sértő, kézivezéléses politika akaratot tükröző törvényeket, hanem bizony hatályban tartották, vagy még akár súlyosították is, megint csak politikai célról vezérelve a Gárda, vagy pedig a Szebb Jövért Polgár Egyesülettel szemben. Tehát, és olyan jelenségek történtek az elmúlt egy évben, amelyek igazából nem indokolják azt, hogy ilyen típusú módosítást legyen. Elszámoltatást ígért a kormány, igenis az elszámoltatás törvényes eszközökkel, rendelkezésre álló anyagi technikai eszközökkel, lehet, hogy ezek elégtelenek, de akkor ezeket viszont bővíteni kell, de mindesetre az eljárási eszközök azt gondolom bőven elegendőek lennének, hiszen már nagyon régóta, nagyon alapos mélységgel megismerhették az elmúlt egy évben azt, hogy mit tettek az elmúlt 8 évben Magyarország életében a Magyarországot akkor vezető politikai erők. Én azt gondolom, hogy nem szabad összetéveszteni az egyébként helyes igazságtétel, rendtétel fakadó buzgalmat, nem szabad feláldozni a törvényesség oltárán, mert ez senki nem fogja komolyan venni ezeket az eljárásokat. Tehát nem lesz hitele azoknak a büntető ítéleteknek, amelyeket így hoznak majd meg, amelyek még hogyha valóban kényszerfenyegetés vagy védő nélküli státuszban kicsikart vallomásokkal elérnek elítéléseket, a társadalmi érzet kérdőjeleket fog folyamatosan megereszteni, és hát eljuthatunk olyan helyzetekbe is, ugye a Móri gyilkosság ügyében, ahol tényleg egy teljesen tévúton, teljesen torz bizonyítási eljárás után egy nagyon súlyos, életellenes ügyben teljesen téves ítélet született. Tehát ezen az úton nem szabad tovább menni. Én nagyon kérem a tisztelt kormánypárti képviselőket, hogy figyeljenek arra, hogy mindenkit megillet Magyarországon a védelemhez fűződő jog, és valóban én is visszautasítom ügyvédként is, jogvédőként is, országgyűlési képviselőként azt a megközelítést, amelyet Lázár János frakcióvezető úrtól hallottunk ma, amely egyszerűen kollektív bűnösként bélyegzi meg az ügyvédtársadalmat, miközben valójában feladatukat teljesítik, ugye kötelezettségeik vannak, nem csak jogaik, hanem kötelezettségük az, hogy törvényes eszközökkel lássák el a védelmét azoknak, akik bárkik lehetnek, bárki kerülhet abba a sorba, hogy egy olyan eljárás közepén találja magát, amelyet igazából semmilyen ténybeli gyanú nem alapoz meg, de mégis elindul a gépezet, a kafkai gépezet, és ezt csak akkor lehet kiküszöbölni az ilyen típusú eljárásokat, hogyha megfelelő felkészülési időt kapva jár el egyáltalán a nyomozóhatóság az ilyen ügyben, ilyen jogszabályok után, és ami nagyon fontos, még egyszer hangsúlyoznom kell, rendszerváltás kell az ügyészségeken, és rendszerváltás kell a bíróságokon belül is, igenis azoknak az embereknek nincs helyük ebben az két említett szervezetben, akik feltétel nélkül politikai akaratokat szolgálva hoztak döntéseket, végeztek nyomozati cselekményeket, figyeltettek meg, hallgattattak le embereket, kifejezetten azért, mert ők politikai ellenálló tevékenységet végeztek, és szeretném azzal zárni a soraimat, vagy felszólásomat, hogy ismételten figyelmükbe ajánljam azt, hogy törvénytelen vádakat eredményezhet egy ilyen típusú eljárás módosítás alapján folyó nyomozás, amelyben vérszemet kap a nyomozóhatóság, és ilyen törvénytelen vád jelenleg az, amelyet a Budász Györggyel és társaival szemben fenntartanak, és ez nagyon súlyos sérelmet jelent, hiszen 2 éve vonják el már szabadságát Budász Györgynek és Szász Endrének, családjaik és hozzátartozóik, és mindenki, aki ennek részese, tapasztalhatja azt, hogy ez egy koncepciós jellegű eljárás, és ehhez a Magyarországgyűlés nem asszisztálhat semmilyen jogcímen. Úgyhogy kérem, hogy fontolják meg módosító javaslatainkat. Köszönöm a figyelmet. Bárándi Gergely képviselő ismét. Köszönöm a szót, elnök úr. Először is befejezném az előző két ajánlási ponthoz fűzött érvelésemet, amit az előző felszólásomban időhiányában nem volt lehetőség. Egy pár szót a nemzetközi vonatkozásairól még ennek a javaslatnak, természetesen csak a két érintett ajánlási pontnak. A védő elzárása a kiemelt jelentőségű ügyekben érintett terheltől egyértelműen ellentétes a most előkészítés alatt álló büntetőeljárási irányelv tervezett 3. cikkével, ami rögzíti, és idézem, a tagállamoknak garantálniuk kell a terhelt haladéktalan hozzáférését egy ügyvédhez, amely hozzáférés nem lehet későbbi, mint
A pont, a rendőrség vagy más hatóság általi kihallgatás kezdete, illetve a C pont, a személyi szabadság elvonásának kezdete. A negyedik cikk a hozzáférés és a védelem tartalmát határozza meg, amikor kimondja a következőt. A terheltnek joga van találkozni az őt védő ügyvéddel. Kettes pont, az ügyvédnek joga van jelen lenni bármely kikérdezésen és kihallgatáson. Joga van kérdéseket feltenni, tisztázást kérni és észrevételeket tenni, melyet a nemzetközi joggal összhangban jegyzőkönyvezni kell. És őszintén szóval nem tudom, és látom a fideszes passzivitást a vitában, ahogy egyébként már ezt nagyjából megszokhattuk eddig is, hogy egyáltalán érdemes-e még szakmai érvekkel előhozakodni, vagy egyáltalán előfordulhat-e, hogy összességében több órányi felszólalás után végre érdemi válaszokat kapunk azokra a kérdésekre, amit ezekkel kapcsolatban aggályokkal kapcsolatban felvetettük. Nem kívánok hosszan kitérni arra, hiszen képviselőtársaim már érveltek amellett, hogy miért nem helyes az, hogyha az ügyészség tudja megválasztani, egyébként megjegyzem a módosítás szerint nem csak a kiemelt jelentőségű ügyekben, hanem az összes ügyben azt, hogy melyik bíróság elé kívánja vinni az adott büntetőügyet. Őszintén szólva, ez már nem esik túl messze attól, hogy majd az ügyész választja ki azt is, hogy ki legyen a védő egy bizonyos ügyben, és akkor nagyjából eljutunk oda, amilyen élethelyzeteket a Tanú című filmben láttunk, ami azokban elevenedik meg, csak éppen itt majd a főszereplők mások lesznek, tisztelt országgyűlés. Én azt gondolom, hogy ezen az úton nem érdemes tovább haladni, és egészen addig, amíg legalább kormánypárti válaszokat nem kapok, teljes mértékben fölöslegesnek érzem, hogy további szakmai érveimet kifejtsem a többi módosító javaslatról, mert valóban a jegyzőkönyvnek beszélni gyakorlatilag fölösleges. Köszönöm szépen. Répási Róbert államtitkár úr szólásra jelentkezett. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök úr! A részletes vitában nagyon sok érvet megismételtek a képviselők már, akik jelen voltak, és az általános vitában is részt vettek, ők sok érvet megismételtek, és ahogyan Cserpakovics András képviselő úr módosító indítványait láttam, és láttam még más kormánypárti kapcsolódó módosítókat is, azt szeretném leszögezni, hogy nagyon sok szempontot, amit az ellenzék a figyelmünkbe ajánlott, azt megfontoltuk, és valóban sok javaslatot el is fogadtak a kormánypárti képviselők. Én arra kérem önöket, hogy próbálják összeegyeztetni a büntetőeljárások gyorsításának, a korrupcióellenes küzdelemnek a szempontjait a büntetőeljárási garanciákkal. Mert meggyőződésem, hogy a két szempont között a büntetőeljárások gyorsítása és a garanciális szabályok megtartása, büntetőeljárási garanciák megtartása között lehet összhangot teremteni. Tehát nem helyes szembeállítani egymással az eljárások hatékonyságát, vagy nem helyes akár a korrupcióellenes küzdelmet szembeállítani a garanciális szabályokkal. Nyilván a büntetőeljárás garanciáinak is megvan a maga értelme, megvan a maga alkotmányos alapjogvédelmi funkciója, de ugyanígy a korrupció elleni küzdelemhez, a büntetőeljárások hatékonyságához is megvan az a legitim alkotmányos cél, hogy tudnilik a társadalomnak, a magyar közvéleménynek joga van tudnia, hogy az ilyen ügyekben egy gyors eljárásban tisztázódjon a felelősség. Hiszen tényleg az elmúlt 20 év politikai történéseinek a legnagyobb tapasztalata az, hogy ezek a politikusok közreműködésével elkövetett bűncselekmények, most ne nevezzük úgy, ahogyan a Jobbik szokta emlegetni, és most már Lázár János is emlegette egyenesen politikus bűnözésnek, de a politikusok közreműködésével elkövetett bűncselekmények, azok mindenképpen egy komoly bizalmi válságot idéztek elő, mármint az a probléma bizalmi válságot idézett elő, hogy ezek a büntetőeljárások elhúzódtak, ráadásul sok esetben
a büntetőeljárások elhúzódását a bíróságok a szokásos, vagy ha úgy mondjam, a általános bírói gyakorlatnak megfelelően enyhítő körülményként vették figyelembe. Hát nem szeretnék neveket mondani, de tudják jól, hogy voltak olyan bűnügyek, amelyekben a bíróság kifejezetten enyhítő körülményként vette figyelembe azt, hogy milyen hosszú ideig húzódott az eljárás a gyanúsított vagy a vádlottnak fel nem róható okból. De azért tegyük hozzá, hogy a büntetőeljárásban résztvevő hatóságoknak felróható okból húzódott el az eljárás. Most ez a törvényjavaslat többek között azon akar változtatni, hogy az ilyen ügyekben, a korrupciós ügyekben, a közélet tisztaságát sértő ügyekben ne lehessen még egyszer a büntetőeljárások felróható magatartása enyhítő körülmény. Tehát a büntetőeljárások elhúzódása ne legyen enyhítő körülmény, a büntetőeljárásban résztvevő hatóságok ne húzhassák el ezeket az ügyeket. Én még egyszer azt kérem önöktől, hogy lássák azt a szándékot, és minden kritikájukat is megfontolva lássák azt a szándékot, hogy a kormány célkitűzése, a büntetőeljárások gyorsítása és a korrupció ellen küzdelem az reményeim szerint az egész parlament által támogatott cél. Ehhez keressük a megfelelő eszközöket, a megfelelő jogi eszközöket, és ezek a megfelelő jogi eszközök megtalálhatók. Nyilván kényes egyensúlyról van szó, a garanciális szabályok és a büntetőeljárás hatékonysága kényes egyensúly, de azért ez az egyensúly megtalálható. Kérem, hogy ebben az egyensúly megtalálásában módosító indítványaikkal és az egész vitában való részvételükkel működjenek közre. Köszönöm szépen a figyelmüket. Bárándi Gergely képviselő úr, 2 perces hozzászólása jelentkezett. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, egyébként az összesen egy javaslatot fogad meg a kormány és támogat a mi ellenzéki. Egyébként már ez is előrelépés. Másrészt azt szeretném a felszólaláshoz hozzáfűzni, hogy mi nagyon konkrét nemzetközi jogi és alkotmányossági kérdéseket vázoltunk fel, és ehhez képest az államtitkár úr általános válaszokat adott, egyetlen egyre, amit mi felvetettünk, nem tért ki, nem csak a tartalmi, tehát hogy mit csinál az ügyész 48 órán át a gyanúsítottal, amíg nincs ott a védő, hanem kifejezetten jogi kérdésekre nem tér ki. Egyetlen egy dolog volt, ami kihallható volt államtitkár úrnak a válaszából, hogy a bűnüldözési érdekekre hivatkozik. Ez természetesen egy legitim hivatkozási alap, hiszen ez valóban állami érdek, hogy a bűnt megfelelőképpen lehessen üldözni. Azonban mi arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ez csak az alkotmánnyal és a nemzetközi jogszabályokkal összhangban lehet megtenni. Tehát nem a bűnüldözési érdeket kell nekünk elmagyarázni, hogy az létezik és van, hanem mi azt kifogásoljuk, hogy egyébként nem állnak ezek a jogszabályok sem az alkotmánnyal összhangban, sem a nemzetközi kötelező jogszabályokkal összhangban. Ez a mi problémánk. A másik, amit államtitkárul felvetett, az enyhítő körülményekről. Szeretném ön tájékoztatni arról, hogy abban az esetben, hogyha a terheltnek felróható okból húzódik a büntetőeljárás, az nem minősül enyhítő körülménynek, soha semmilyen esetben a bíróságok ezt nem állapítják meg. Az eljárás elhúzódását és az, hogy hosszú ideje áll valaki büntetőeljárás hatálya alatt, az akkor minősül enyhítő körülménynek, hogyha az nem felróható az elkövetőnek, tehát például ülnökváltozás történik, bíróváltozás történik, stb. Én meg azt gondolom, hogy elég téves logika, és erre tettem utalást az általános vitában is, hogyha hátrány az, hogy hosszan húzódik egy büntetőeljárás, nyilván ezért enyhítő körülmény, akkor pontosan pozitív diszkriminációt alkalmazunk azokkal szemben, akik a legsúlyosabb bűncselekményt közszereplőként követik el, vagy közfunkciót betöltő személyekként követik el, és mindenki másnak egyébként az eljárása ugyanolyan hosszan fog tartani, mint eddig. Magyarán ezek lesznek, ha úgy tetszik, a kivételezett emberek a többihez képest. Én nem nagyon tudom megérteni ezt a logikát. Köszönöm szépen. Gaudi Nagy Tamás képviselő úr. 2 perces hozzászólás. Köszönöm, elnök úr. Államtitkár úr szavaira reagálnék én is. Egyrészt köszönöm, hogy tényleg érdembe belebocsátkozott a vitába. Másrészt pedig én az igazából, hogy most még egyszer átnéztem a módosító javaslatait, illetve hát a törvénymódosítás irányát, azért a gyorsítás, tehát nem látom azt a közvetlen összefüggést, mondjuk a 120 órás bűnügyi őrizet, tehát a 2 nappal megnövelt bűnügyi őrizet időtartama és a gyors eljárás gyorsulása között. Nem látom az összefüggést abban, hogy mitől lesz gyorsabb az eljárás, ha védő nélkül lehet
napon belül kihallgatni az eljárás alá vonatott. Sőt, megkockáztatom, ez csak hosszabbítja az eljárást, mert hogyha olyan körülmények között zajló kihallgatása kerül sor ezáltal, ahol a kényszer fenyegetés, mint hivatkozott körülmény utóbb megjelenik a terhelt részről, mert borítékolom, hogy kétfajta reakció fog születni, vagy megtagadják a vallomást tipikusan, és akkor gyakorlatilag semmivel nem ment előre a nyomozó hatóság, hiába van 48 órán arra, hogy védő nélkül nyilatkoztassa meg a terheltet, vagy vallomást tesz, de azt mondja egy hónap múlva, hogy hát bocsánat, kérem szépen, olyan kényszer és fenyegetés hatás alatt voltam, hogy visszavonom a vallomásomat, és már, sőt, mi több, akár még a nyomozó hatóság valamely tagjának a esetleges bűncselekményére utaló feljelentést tesz. Tehát én nem látom a közvetlen összefüggését, az, hogy bármely bíróságon vádat emelhet az ügyészség bármely ügyben, én ezt szintén egy olyan szabálynak tartom,